Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános jóslás, egy vakpont jóslás, ahol arról van szó, hogy mi az körülötted, amit nem veszel észre, amire nem figyelsz oda, vagy nem akarod látni ezeket a dolgokat. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, mint egy személyes jóslás, vakpont, ahol megnézzük azt, hogy mi az, amit nem veszel észre, amire oda kellene figyelni. Persze, kérheted ezt a jóslást a társadra is, hogy miért olyan vak, hogy miért nem figyel ő oda bizonyos dolgokra, ami számára, vagy számodra, vagy mindkettőtök számára fontos lenne. A díjam, mint mindig, minden jóslásnál 4000 forint. És most megnézzük a te jelenlegi helyzetedet, mi az, amit nem veszel észre, ami fontos lenne, hogy tudj róla, oda kellene figyelni rám. Megnézzük, hogy mit mutatnak itt a kártyák. Itt a madarak jelentik, hogy mennyire fontos a bizalom, a közelség, hiszen itt lesz egy szép fordulat. Szeret téged, fontos vagy számára, megérint téged, a kártya azt jelenti, hogy minden jól alakul a párkapcsolatot illetően. Sőt, itt látható egy jó hír, hogy hamarosan kapsz egy jó hírt. Azon kívül ez a hosszú út, ez jelentheti a hosszú távú terveket, hogy ő tervez veled valamit, lesz egy jó hír. Sőt, a ház az lehet egy látogatás, vagy szeretné azt, ha összeköltöznétek, akkor is, ha ez a hosszú út a múltra utal, és türelmes voltál, amíg ő közeledett, amíg írt neked, mégis itt van a biztonság érzete, ahol ki tudtok építeni valamit. És ez a nagy kastély, ez a vár, azt jelenti, hogy itt meg tudsz nagyobbítani valamit, vagy légy tudatában a saját értékeide, hiszen megkapod a megbecsülést. Ezeket a dolgokat kellene nézni, odafigyelni rá, az otthonod, a család, az elismerés, a tervek, a közeledés, a szerencse, a szerelemben, és egy jó hír, vagy amit ez a levél még jelenthet, egy előnyös szerződés. Aktuálisan mi lenne fontos, hogy jelenleg erre figyelj oda. Itt van két személy körülötted, egy jó indulatú férfi, aki segít, akiben megbízhatsz, ez lehet a párod, ez lehet egy barát, ez lehet az apukád, ez lehet a főnököd, de van egy rossz indulatú hölgy is. Lehet, hogy kedvesen közeledik hozzád, vagy megajándékoz téged, de hamis a nő kíváncsi, vagy irigy rád. Ezek a fontos dolgok, ahol ki kellene nyitni a szemedet, odafigyelni erre. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!